barátom Jézus. Kedves gyerekek! Ma este egy újabb mesét mondok el nektek. Gyógyulás a Betesda a tavánál. Legyetek jóságosak egymáshoz. Efézusiakhoz írt levél 4.32. Jeruzsálemben volt egy Betesda nevű tó, amelynek a vize időnként hirtelen felkavarodott. Ennek a betegek gyógyító erőt tulajdonítottak. Úgy hitték, hogy amikor a víz megmozdul, az első ember, aki belelép, meg fog gyógyulni. Egyik délután, amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, kisétált ehhez a tóhoz. A tó körüli ötfedett tornácon sok beteg várta a víz megmozdulását. Sánták, vakok és bénák remélték ettől a gyógyulásukat. Jézus felfigyelt egy nagyon beteg férfira, aki betegsége 38 éve alatt már nagyon sokszor megpróbált elsőként bejutni a vízbe. Járni nem tudott, csak a gyékényéről fekve bámulta a vizet. Mikor Jézus meglátta, hogy milyen régóta beteg, és hogy nincs semmi segítsége, nagyon megsajnálta. Oda lépett hozzá, és megkérdezte tőle: akarsz meggyógyulni? A férfi szomorúan felnézett Jézusra, de nem tudta, hogy ki ő, és ezt mondta neki. Uram, nincs senki, aki segíthetne nekem. Mikor megpróbálok elérni a vízhez, valaki addigra már bejut előttem. Jézus ekkor meglepő dolgot mondott neki. Kelj fel, vedd a te fekhelyedet, és járj! Ez az ember évek óta nem járt, mégsem kérdőjelezte meg azt, amit Jézus mondott neki. Azonnal érezte izmai feszülését, és hogy a lábai kiegyenesedtek. Újra erőt érzett bennük, s íme megtörtént a csoda. A lábaira állt. Meggyógyult. Micsoda öröm töltötte be a szívét, amint teste engedelmeskedett az akaratának. Annyira izgatott volt, hogy nem is figyelt a gyógyítójára. Mire észbe kapott, hogy megköszönje a csodát jótevőjének, Jézus már elment. A férfi hóna kapta ki szőnyegét és takaróját. Nagyon boldog volt, olyan jó volt újra járni. Örömében hangosan dicsérte Istent gyógyulásáért, amikor összetalálkozott néhány farizeussal. Mit csinálsz te itt? Miért cipeled szombat napon a te ágyadat? Nem tudod, hogy ez Isten elleni vétek? A zsidók úgy hitték, hogy szombat napon helytelen dolog bármit is cipelni. Az az ember, aki meggyógyított, ő mondta nekem, hogy vegyem a és járjak, magyarázta a férfi. Ki az az ember, aki ilyen nagy bűnre akart rávenni? Ki mondta ezt neked? Puhatolóztak a farizeusok. Mivel nem tudta, hogy Jézus gyógyította meg, nem tudott válaszolni. Később, amikor összetalálkozott vele a templomban, Jézus megszólította őt. Látod? Most már jól vagy. Nevét kezd többé. A férfi megörült, hogy most már tudja a megmentője nevét, és elmondta a kérdezősködő farizeusoknak. A papok igen megdorgálták Jézust a beteg meggyógyítása miatt, mire ő így válaszolt. Szabad szombatnapon jót cselekedni. Ettől a papok még dühösebbek lettek, s bár nem fogadták el, hogy Jézus Isten fia, feldühöttek és meg akarták őt ölni. Szomorú, hogy a farizeusok nem örültek egy ilyen súlyos beteg gyógyulásának és boldogságának. Sőt, még a halálát is kívánták. Miért ne lehetne szombaton az úrnapján jót cselekedni, mások fájdalmát enyhíteni? Te is szeretnél Jézusra hasonlítani? Keresd a lehetőségeket, hogy másokon segíthess. Csak kérd őt. És megmutatja neked hogyan. Jó éjszakát, gyerekek!